Élesen bírálták a szakadár katalán vezetők a spanyol király szavait. Hatodik Fülöp karácsonyi üzenetében arról beszélt, hogy sok spanyolt aggaszt a katalán helyzet, sokak bizalma ingott meg az intézményrendszerben. A katalán kormányelnöke Kim Torra szerint inkább azt kelt aggodalmat szerte Európában, hogy Spanyolország megsérti az emberi jogokat és az Európai Bíróság határozatait. A spanyol király arról is beszélt, hogy országának alkotmányos rendje minden spanyol érdekét szolgálja. A néppárt, a Vox és az állampolgárok pártja üdvözölték hatodik fülöp szavait. A néppárt vezetője Pablo Casado a Twitteren méltatta, hogy az uralkodó védelmébe vette a spanyol alkotmányt. A voxelnöke Santiago Abascal úgy fogalmazott, hogy a király szavai erősebbek, mint azok, akik bírálják. Az állampolgárok vezetője Inés Arrimadas az uralkodó beszédét bölcsnek és relevánsnak jellemezte, hozzátéve, hogy az alkotmányos rend segíti hozzá Spanyolországot, hogy megbírkózzon a kihívásokkal.